hiszem, hogy az olyan hidegháborús kövületek, mint én, mindig úgy gondolkoztak a kiberhadviselésről, hogy a kiberhadviselés legjobb formája az egy egytonás bomba az ellenfélnek a szervereire. Tehát kb. Ez a kiberhadviselés leghatékonyabb formája. Általában egy tonás bomba jól beállítja az ellenfél szervereit, és jól megoldja, hogy átmegy a tűzfalakon, meg az összes szűrőrendszereken, meg az antivírusokon, meg az összes többi ilyen dolgon. Tehát megoldja a dolgokat. Ideig a tréfa természetesen. Én azt hiszem, hogy az ukrán háborúnak az egyik nagy csalódása ez a kiberfront volt. Tehát ez egy olyan hadszíntér, van ugyebár a szárazföld, a tengerek, a levegő és a világűr, és ez egy olyan hadszíntér, amit mi kreáltunk magunknak. Ez egy emberek által kreált mesterséges hadszíntér, és mi úgy gondoltuk, hogy ebben a háborúban a kibernek sokkal nagyobb szerepe lesz. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak nagyon hatékony kiberműveletek a háború előtt, a háború mondjuk 2014 és 2022 között, és ez alatt a háború alatt is, viszont nem történt meg az a stratégiai áttörés, mondjuk úgy, ebben a kibertérben. Ez itt a Tűzvonalban, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, és állandó vendégünk Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, a Függőleges Koporsó című könyv szerzője, akit nagy tisztelettel köszöntök most is. Jó napot kívánok minden nézőnek, hallgatónak Jeruzsálemből. És azért is volt fontos elmondanom, hogy a Függőleges Koporsó című könyv szerzője a vendégünk, hiszen egy picit most erről a könyvről nagyobb szerepet fog kapni, ez a könyv nagyobb szerepet fog kapni a mai műsorban, ugyanis arra gondoltunk, hogy egy picit átfogóbban szeretném kérdezni arról, hogy miben változtatta meg az orosz-ukrán konfliktus egyáltalán a háborúról alkotott eddigi vélekedéseinket, és nyilván elemzőként önnek ez talán még érdekesebb kérdés is szakmailag is, de a könyvében beszél is erről egyébként, hogy hogyan változott meg a háborúnak az arculata ennek a válságnak a következtében, és több pontba szedi ezt a változást. Ezekről a pontokról szeretném először kérdezni. Az első pontként ugye a támadás és a védelem egyensúlyát jelöli meg. Pontosan mit jelent ez? Mindenkorban először is szeretném megmutatni a könyvemet végre. Egy hónap után sikerült készhez kapnom, fizikai valójában láttam a saját könyvemet. Lassan el fog fogyni az üzletekben, és még soha nem láttam, soha nem fogtam a kezembe a csecsemőt. Ez most ezelőtt egy órával érkezett a gyors postával, úgyhogy nagyon szeretném is megköszönni Szentkovics Dezső tanár úrnak, hogy elküldte nekem a könyvemet. Nagyon hálás vagyok. És Rita, ami a kérdését illeti, a támadás és a védelem egyensúlya változott a történelem folyamán, különböző változóknak a függvényében. Ezek általában technológiai változók, de voltak társadalmi változók is. Tehát például általában, amikor a támadás könnyűvé válik technológiai okok miatt, akkor a nemzetközi rendszer is instabilá válik. Mert mikor a támadás olcsó, akkor megnövekszik a kísértés arra, hogy megpróbáljunk erőszakkal megoldani egy konfliktust két állam között. Mikor a támadás nagyon költségessé válik, akkor ez általában stabilizálja a nemzetközi rendszer. Tehát van itt a technológiai kuriózumon kívül van itt egy olyan dolog, ami egyenesen érinti mindannyiunk életét is. A második pont ebben a felsorolásban a mennyiség kontra minőség, és ebben a háborúban ez különösen szerintem a laikusok számára is látható volt, hiszen mikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor első körben szerintem nagyon sokan gondolták azt, hogy ez egy ilyen gyaloggalop lesz, tehát nagyon gyorsan végig fognak ott vonulni, hiszen mennyien vannak az oroszok, és ehhez képest mennyien vannak az ukránok, és ehhez képest azt látjuk, hogy hát elképzelhető, hogy az első úgymond születésnapját is megéri ez a háború. Igen, nagyon jó kérdés, hogy ki ebben a háborúban a Dávid, és ki ebben a háborúban a Góliát. Tehát stratégiai szinten van egy Góliát, amelyik egyértelműen Oroszország itt a Góliát, de ez a kép csak addig áll össze, ameddig nem adjuk hozzá Ukrajnához a NATO-t is. Ha a harctereket nézzük, akkor ott is elben van egy óriási orosz hadsereg, de ennek az orosz hadseregnek csak egy töredéke harcol az ukrán fronton. És az ukránok végig következetesen többszörös számbeli túlerőben voltak. Tehát ez se teljesen egyértelmű dolog. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a második világháború nagy tanulsága paradox módon a nyugat számára az volt, hogy a mennyiség legyőzi a minőséget. Tehát a nyugat meg a Szovjetunió együtt nem azért győzték le Németországot, meg Japánt, mert a fegyvereik jobb minőségűek voltak, vagy komplexebb fegyverrendszereket használtak. Pont ellenkezőleg. Nagyon egyszerű, sorozatban gyártott, nagy tömegben gyártott fegyverekkel győzték le a magasabb német minőséget.
És érdekes módon ezt a tapasztalatot vagy elfelejtettük, vagy különböző objektív okok miatt félretettük, és ehelyett a nyugat az utóbbi évtizedekben inkább a minőségre építette a katonai erejét, és nem a mennyiségre. Ez igaz úgy a technológiára, mint az emberanyagra, és ez most felborulni látszik a háborúban. Úgy tűnik, hogy az ukrán háború egy ilyen fordulópontot jelentett a hadtörténelemben, és valószínűleg visszatérünk a tömegháborúk idejére. Tehát aki ellenzi a katonai sorozást, és aki nem akarja, hogy a gyerekei vagy ő maga egyenruhába szolgáljon, az valószínűleg csalódott lesz a következő évtizedekben. Az első világháború volt, amit úgy neveztek, hogy a gépek háborúja, az is egy tömegháború is volt egyben, ugyanis tömegek haltak meg a gépeknek köszönhetően és az innovációnak köszönhetően. Most ebben az évszázadban, amiben most élünk, ez egy szintet lép, tehát a tömegek ugyanúgy jelen lehetnek, akár a harctéren, hogyha háborúról van szó, viszont még kifinomultabb eszközök jelennek meg. Én azt hiszem, hogy a nagy törés a háború menetében a francia forradalom alatt következett be. Egész a francia forradalomig a háború a királyok sportja volt. És ilyen zsoldos hadseregeket tartottak fönt, és a zsoldosok egy igen drága hobbi. Tehát inkább jobb bélyeget gyűjteni, ezt bármikor elő lehet venni, talán nem is kerül olyan sok pénzbe egy bélyegalbum, mint egy zsoldos hadsereg, de a zsoldosok nagyon drágák voltak, és soha nem volt belőlük elég. És a francia forradalom nagy vívmánya az volt, hogy fogták az egész francia nemzetet, Európa legnagyobb nemzetét akkor, és egyenruhába öltöztették őket, és ekkor jött el tulajdonképpen a tömegháborúknak az ideje. Erre jött rá az, amit ön említett, a technológiai háborúnak, az ipari háborúnak a kora. Ez is már, láttuk ezt már az amerikai polgárháborúban, láttunk egy ilyen ipari háborút, és ez volt, ami elkísért minket egészen mondjuk ugye a vietnámi háborúig, meg az oroszok afganisztáni kalandjáig. És én azt hiszem, hogy akkor a katonai döntéshozók hirtelen a fejükre csaptak úgy a Szovjetunióban, mint az Egyesült Államokban, és azt mondták, hogy ez az ötlet, ez a fegyveres civileknek, a hadseregünket fegyveres civilekre, egyenruhás civilekre építeni, ez nem jó ötlet. Miért nem jó ötlet? Azért, mert a katonáknak, a fegyveres civilnek van mamája, amelyik nagyon elhúzza a száját, mikor a fia nem jön haza élve a háborúból. Ezek a fegyveres civilek aztán hazamennek, tüntetnek, esetleg odaig jutnak a szemtelenségben, még szavaznak is, és kiszavazzák a kormányt, vagy megbuktatják a Szovjetuniót, és akkor inkább átállunk ilyen zsoldos hadseregekre. És láttuk ezt Amerikában, az amerikai hadsereg gyakorlatilag egy teljesen önkéntes, professzionális katonákból álló hadseregé vált, és láttuk Oroszországban ezt a kettéválását, hogy egyrészt megmaradt a sor katonai szolgálat, másrészt a valódi sztárok az orosz hadseregben, azok a Wagner alakulat zsoldosai, akik szintén tulajdonképpen zsoldosok és nem egyenruhás civilek. Tehát ez volt a nagy változás egész az ukrán háborúig. És úgy tűnik, hogy ebben az ukrán háborúban, mikor újra százezeres nagyságrendű hadseregekről beszélünk, visszatérünk valószínűleg az előző modellre, ami a francia forradalommal kezdődött el. A kiberhadviselés mennyire jelent egy újdonságot egyébként ebben a háborúban, itt Ukrajna és Oroszország közötti háborúban? Ugye a kibertechnológiáról már szó volt hosszú évekkel ezelőtt is, hogy ez majd átveheti a szerepet akár egy ilyen konfliktusban is. Most azért ezt lehetett látni valamelyest a gyakorlatban, de közben azt lehet látni, hogy a háborúnak ez a hagyományos szintje úgy tűnik, hogy ugyanúgy megmarad, csak a kiberhadviselés kiegészíti ezt. Ez egy helyes megállapítás, vagy ön ezt hogy látja? Hát én azt hiszem, hogy az olyan hidegháborús kövületek, mint én, mindig úgy gondolkoztak a kiberhadviselésről, hogy a kiberhadviselés legjobb formája az egy tonnás bomba az ellenfélnek a szervereire. Tehát kb. Ez a kiberhadviselés leghatékonyabb formája. Általában egy tonnás bomba jól beállítja az ellenfél szervereit, és jól megoldja, hogy átmegy a tűzfalakon, meg az összes szűrőrendszerekkel, meg az antivírusokkal, meg az összes többi ilyen dolgon. Tehát megoldja a dolgokat. Idáig a tréfa természetesen. Én azt hiszem, hogy az ukrán háborúnak az egyik nagy csalódása ez a kiber front volt. Tehát ez egy olyan hadszíntér, van ugyebár a szárazföld, a tengerek, a levegő és a világűr, és ez egy olyan hadszíntér, amit mi kreáltunk magunknak. Ez egy emberek által kreált mesterséges hadszíntér, és mi úgy gondoltuk, hogy ebben a háborúban a kibernek sokkal nagyobb szerepe lesz. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak nagyon hatékony kiberműveletek a háború előtt, a háború mondjuk 2014 és 2022 között, és ez alatt a háború alatt is, viszont nem történt meg az a stratégiai áttörés, mondjuk úgy, ebben a kibertérben. Tehát látunk
taktikai sikereket, műveleti sikereket, esetleg ezek nagy része titkos, még nem ismerjük őket, de úgy igazából áttörést, mikor kiber eszközökkel sötétségbe lehet borítani Kijevet mondjuk, kikapcsolni Kijevnek az elektromos áramellátását, ezt nem láttuk. Erre még mindig az iráni repülő mopedekre volt szükség, és az orosz cirkáló robot repülőgépekre. Viszont az a fajta segítség, amit elvileg Ukrajna kapott a nyugattól, ilyen hírszerzési információk, műholdakkal kapcsolatos ilyen GPS koordináták, és az, tehát ez maga ez a láthatásnak a joga, hogy látta Ukrajna, hogy az oroszok mit, hogy és hogyan csinálnak. Tehát, hogy ha a kiber hadviselést így értelmezzük, akkor ez mégiscsak egyfajta ilyen újítás vagy forradalmi dolog. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetél, nem gondoltam erre a dologra, és én azt hiszem, hogy ami a háború lezajlását a nyilvánosság előtt, ami ezt a kérdést illeti, ez már megvolt az első öbölháborúban is, 1991-ben. Ebből sokat nem láttam, mert ebben aktívan vettem részt, úgyhogy sokat nem láttam belőle, de már akkor is ott volt. Tehát nem volt ez a kétirányú kommunikáció, nem volt decentralizálva ennyire, hogy mindenki egyszerre tartalmakat termel, és tartalmakat fogyaszt. Tehát ez nem volt, ez kétségtelenül egy újdonság ebben a háborúban, hogy gyakorlatilag valamennyien aktív hadviselő felekké válunk a klaviatúránkon keresztül. Viszont én mikor a kiberhadviselésre gondoltam, akkor én főleg a kiber eszközöknek a hatására gondoltam a fizikai térre. Tehát, hogy képesek vagyunk-e egy vírussal egy iráni nukleáris centrifugát megállítani 1500 kilométerrel keletebbre. Tehát képes-e Oroszország megbénítani mondjuk az ukrán légvédelmet kibereszközökkel 1000 kilométer távolságból. És én ilyen átutő sikert nem ismerek ebben a háborúban a kibertéren, de mivel a dolgok természeténől fogva minden titkos, és még annál is titkosabb, tehát valószínűleg itt a dolgok nagy részét egyszerűen nem ismerjük. Ennek a háborúnak az is egyfajta érdekessége, ha lehet egyáltalán ezt a szót használni, hogy amellett, hogy nagyon komoly, bonyolult és komplex fegyverrendszereket hoztak létre, ugye az elején az Ukrajnának küldött fegyverek inkább ezek a régi típusú szovjet fegyverek voltak, és talán ezek voltak azok a fajta úgymond életmentő csomag Ukrajnának, amivel az első időszakot át tudta vészelni és túl tudta élni. Ugye ezt is jeleníti, vagy a könyvében erre is utal a komplexitás kontra egyszerűségnek az elvére, amely úgy tűnik, hogy itt egy ilyen érdekes módon jelent meg. Igen, nagyon-nagyon érdekes, mert egyrészt láttuk azt, hogy az első napokban szállított várról indítható rakéták lehetővé tették azt, hogy az ukránok letompítsák ennek az orosz törnek az élét, amelyik behatolt Ukrajnába, és sikerült meg is állítani ezekkel az eszközökkel. Utána pedig azt láttuk, hogy érkezett nagy mennyiségben régi szovjet fegyver, aminek az alkalmazására az ukránok jól ki voltak képezve. És utána érkeztek egész kis mennyiségben, ez az, amit én homeopátiás adagolásnak hívok, nyugati fegyverek, és ezek nagyon-nagyon potensek voltak, ameddig működtek. Tehát itt a probléma ezekkel a bonyolult fegyverrendszerekkel az, hogy megjavítani őket, nyilvánvaló teljes Ukrajnában lehetetlenség megjavítani ezeket a fegyvereket, és mikor mondjuk egy Cézár löveget, vagy egy ilyen német önjáró löveget el kell szállítani Ukrajnából 1500 kilométer távolságba, balti államokba, vagy Lengyelországba javításra, vagy Csehországba, akkor bizonyos szinten a hatékonysága ezeknek a fegyvereknek komoly kárt szenved. Tehát paradox módon lehet, hogy ha lehetőségünk lett volna ellátni Ukrajnát sokkal-sokkal több keleti fegyverrel, sokkal primitívebb, sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé potens keleti fegyverrel, sokkal nagyobb katonai hatékonyságot értünk volna el. Még itt a minőség, illetve a létszám tekintetében már célzott rá, hogy ugye itt újra, vagy hát a tömegháborúknak a korát éljük még mindig, és itt nagyon fontos az, hogy egy hadseregnek mekkora a létszáma, hogyha jól értem. Viszont azt is lehet látni, hogy nagyon fontos az is, hogy milyen kiképzésen estek át ezek a katonák, és érdekes kérdés az, hogy az a kisebb ukrajnai haderő, ami mondjuk egy NATO kiképzésen vesz részt, ugye napjainkban is folynak az ilyen jelleg kiképzések, mennyivel jelent nagyobb erőt ahhoz képest a esetleg kevésbé képzett, de sokkal nagyobb számban jelenlévő orosz katonához képest?
Én még a létszámmal kapcsolatban sem vagyok teljesen meggyőződve. Én, ha jól tudom, jól vagyok értesülve, akkor például a Harkivi fronton az ukránok 8-szoros létszámbeli fölényben, helyi fölényben voltak, és az általános képet tekintve az ukrán fronton, az ukránok még mindig az orosz sorozás után még mindig körülbelül kétszeres túlerőben vannak. Tehát csak miután az összes olyan besorozott orosz katona befejezi a kiképzését és kikerül a frontra, akkor beszélhetünk arról, hogy egy paritás, számbeli paritás jött létre. Tehát ez egyik dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. A második dolog az, amire mindig visszatérek, ez a katonai hatékonyság kérdése. Hogy amit nem tudunk ezzel a háborúval kapcsolatban, hogy hány halott ukránból sikerült kitermelni egy elpusztított orosz tankot. Tehát nem tudjuk pontosan, mik az ukránok veszteségei, és nem tudjuk, hogy mi a hatékonysága ennek az ukrán hadseregnek, amit Herszonban, meg Harkiv környéken, meg a Kijev alatti harcokban is igen sikeresen alkalmaztak az ukránok. Tehát ami a hatékonysággal kapcsolatban nincs vita, ami a hatásfokot illeti, hogy mennyibe jött az ukránoknak ez a siker, avval kapcsolatban nincsenek pontos információink, és úgy kiszivárognak adatok, avval az, amit von der Leyen asszony mondott, meg a militábornok mondott, meg stb. Ezekből a dolgokból arra következtethetünk, hogy ezek nem voltak olcsó győzelmek az ukránok részéről. És én azt hiszem, hogy az az emberanyag, amit ki tudtak képezni mondjuk a NATO államokban, vagy az EU-s államokban, az egy csepp a tengerben. Egy csepp a tengerben. Miért egy csepp a tengerben? Azért, mert ahhoz, hogy egy lövészkatonát, vagy egy páncélost, vagy egy tűzért kiképezzünk nulláról, az alsó hangon fél év, normálisabb hadseregben ez egy egyéves képzés. És ez az idő nem állt a rendelkezésükre. Tehát mikor ezeket a képzéseket lerövidítjük, ja és bocsánat, még egy megjegyzés, úgy fél év vagy egy év, hogy közben nem pucol krumplit, nem alakizik, nem meszel le semmit, és nem festi zöldre a füvet a laktanyában. Tehát csak kizárólag harcképzéssel foglalkozik, akkor egy fél év, mondjuk az Egyesült Államokban egy fél év, Izraelben ez egy egyéves képzés, ezek a harci képzések, és Ukrajnának ez nem állt a rendelkezésére. Tehát ezt a hiányt általában emberhússal kell kitörni. Ez igaz az oroszokra is természetesen. Mi a különbség itt az időben? Ugye említette, hogy az USA-ban fél év, Izraelben egy év. Izrael jobb katonákat képez ki, vagy több időt szán rá, vagy az USA ennyivel hatékonyabb? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen filozófiai kérdés, hogy milyen magas szintre akarjuk fölpompálni mondjuk azt a katonát, mielőtt kiküldjük valós harci helyzeteket megoldani. És lehet, hogy az Egyesült Államokban, mivel általában az ő katonáik egy-két évvel idősebbek, mint az Izraelben besorozott középiskolások, tehát van ott egy lelki érettség, aminek szintén van egy fontossága, és ez egy ilyen örök vita különben közöttünk meg az amerikaiak között, hogy mennyi az a minimum, amivel ki lehet szabadítani egy katonát a harctérre. Mi általában úgy gondoljuk, hogy szükség van egy 3-4 hónapos alapképzésre, hogy az illető egyáltalán túl tudjon élni a harcmezőn, és akkor még semmilyen hasznot nem hajtott. Tehát szakmailag még semmilyen hasznot nem hajtott, akkor csak annyit tudtunk neki megtanítani, hogy túléljen a legminimálisabb dolgokat. És akkor azután a 3-4 hónapos alapkiképzés után következhet a szakmai kiképzés, ami szintén lehet 3-4-6-7 hónap, és akkor erre jönnek még a specifikus kiképzések, ha mondjuk azt a lövészkatonát akarunk annak adni egy mesterlövészképzést, vagy mint egy ilyen kombatmedik, egy ilyen elsősegély, vagy magasabb szinten de orvosi, harctéri orvosi segélynyújtó képzést adni neki, akkor még 3-4 hónap, egy ejtőernyős kurzus az még egy hónap, tehát ezeket a gyönyöröket lehet fokozni, és ez is a komplexitáshoz kapcsolódik vissza. A modern hadszintér komplex, ugyanakkor vannak néha helyzetek, mikor ezeket a gordiuszi csomókat egy egyszerű vágással át lehet vágni, és akkor itt jönnek azok a itt játszanak szerepet azok az illegálisok, pontosabban az irreguláris harcosok, akikről Fábián Sándor ezredes szokott beszélni, ő a szakértője az irregulárisok témájának, és én azt hiszem, hogy a végső soron egy profi hadsereg, egy hatékony hadsereg, ez egy kiegyensúlyozott hadsereg, amiben megvan a szerepe az irregulárisoknak, a különleges alakulatoknak, a hagyományos katonai szakmáknak, a területvédelmiseknek, tehát van itt egy koktél, aminek a pontos arányait még nem tudjuk pontosan. Mi az ideális aránya ezeknek a koktélnak? Gondolom, hogy ezt a 3 hónapos túlélésre hajazó kiképzés sem levelező tagozaton végzik el, hanem az ilyen 0-24-es kiképzés, gondolom. Ezt akkor majd kérem véleményezze, és ahhoz, hogy egy csúcs szuperkatona jöjjön ki, aztán a hadseregben egy ilyet képezzenek ki, az mennyi idő?
Hát én azt hiszem, hogy ez sokkal korábban kezdődik. Tehát először is kell legyen egy szocializáció gyakorlatilag a születéstől. A születéstől kell legyen egy szocializáció arra, hogy ezt az illető gyerek, az illető középiskolás, a gimnazista, mikor egyenruhát ölt, akkor erre föl legyen készülve lelkileg, hogy ez egy olyan dolog, ami várja az életbe, és ne avval ünnepelje időzőjelbe a bevonulását, hogy leissza magát a sárga földig, hanem úgy tekintsen ezzel a fázis elején, mint hogyha elment volna egyetemre mondjuk. Tehát egy olyan szükségszerű és fontos lépés a karrierje, a személyes fejlődése során egy olyan dolog, amit várja, hogy bekövetkezzen, és készüljön erre, és nem egy olyan dolog, amit összeszorított foggal ki lehet bírni. Tehát ez szerintem a legfontosabb dolog. Erre kell egy szocializáció, és kell egy társadalom, amelyik ezt az egészet támogatja. Hát, hogy a társadalom szemében ez nem lesz érték, és az, aki katonának megy, az nem egy hősnek mondjuk fogják látni, hanem egy lúzernek, egy kudarcnak, vagy valakinek, aki semmilyen más civil munkát nem talált, és ezért ment katonának, akkor abból jó hadsereget csinálni nem lehet. Tehát egy hadsereg soha nem lehet jobb, mint a társadalom, amelyik kitermeli. A Függőleges Koporsó című könyv azért is egy nagyon érdekes olvasmány, mert lehet benne látni az ön elemzéseit már a háború kitörésének következő napjaitól, tehát szinte azonnal reagált nyilván az eseményekre, tehát így kronológikusan is végig lehet követni így módon az eseményeket az ön cikkein keresztül, és nagyon érdekes, vagy engem nagyon érdekel az, hogy ez alatt a most már majdnem közel egy év alatt, vagy szűk egy év alatt milyen tanulságok vont le ebből a konfliktusból elemzőként, olyan emberként, aki foglalkozik a biztonságpolitikával, katonai múltra tekint vissza, akinek ez az egész nem új, és nem most tanulja, és nem idegen, mint ahogy a legtöbbünk ezt most tesszük, és hogy emiatt a háború miatt nyilván sokan foglalkoznak a kérdéssel, de kívülállóként. Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, és én állandóan ez a kérdés foglalkoztat, hogy az, hogy tévedünk, nyilvánvalóan fogunk tévedni. Tehát senki nem tudja előre látni a helyi eseményeknek a kimenetelét. A kérdés az, hogy az általános képet jól láttuk-e, vagy nem. És én azt hiszem, hogy itt kell megvizsgálni a hibáinkat. Azt, hogy mi lett a herszoni csatának, vagy a harkivi csatának, vagy valamelyik másik helyi ütközetnek a kimenetele, ezek másodlagos kérdések. A kérdés a nagy képben, miért gondoltuk azt mindenki, az ukránok is, a NATO is, mindenki gyakorlatilag, hogy az orosz hadsereg ennél sokkal-sokkal potensebb, mint amilyen valójában. Ez egy jó kérdés. Miért nem láttuk előre azt, hogy az oroszok ilyen, hogy mondjam, ilyen mérsékelt, vagy ilyen igen-igen visszafogott módon fogják ezt a háborút viselni, és nem egy teljes erőbedobását. Nem látunk egy egész sor dolgot. Én azt hiszem, hogy a tanulságaim azok úgy nagyjából a következőek. A legfontosabb tanulságom az, hogy mielőtt fejjel ugrunk a falnak, és nekiállunk elemezgetni dolgokat, vissza kell térni az alapokhoz. Tehát mikor meg akarunk tölteni egy vödröt, vízzel, kavicssal, meg kövekkel, akkor általában először a nagyobb köveket tesszük bele, utána a kavicsot, utána a homokot, és aztán a vizet. És meg kellett volna, most magamról is beszélek, én is elkövettem ezeket a hibákat, meg kellett volna nézni először is a legalapvetőbb adatokat. A lakosság, gazdaság, a hadseregek mérete, a haditechnika, ezeket a mennyiségi mutatókat. És meg kellett volna vizsgálni a minőségi mutatókat is, hogy milyen háborúra készült Oroszország, és milyen háborúra készült Ukrajna. Az egyértelmű, hogy Oroszország nem egy tömegháborúra készült. És azok, akik arról beszélnek, hogy Putyin szándékosan lezüllesztette az orosz hadsereget, ezek hülyeségek, ez nem teljesen komolytalan így állni a dolgokhoz. Szerintem Oroszország problémája, az Izrael problémája, és az Egyesült Államok problémája, és Németország problémája, és a legtöbb modern állam problémája, hogy egyszerűen nem készültünk tömegháborúra. Nem készültünk fel tömegháborúra, és a hadseregek, amiket kiépítettünk, a különleges műveleti alakulatokkal, a légvédelemmel, a kiberrel, ezekkel a dolgokkal, ez mind szép és jó, de ameddig hiányoznak lövészkatonák, tízezrei, vagy talán százezrei, addig nem fogunk tudni tömegháborúkat vívni. Ilyen egyszerűen. Tehát Oroszország nem készült erre a háborúra. Tehát ez lenne az első dolog, hogy megnézni ezek a nagy kövek. Most akkor a kisebb kavicsok, amiket beletennék abba a vödörbe, az el kell menni, és meg kell nézni egy bizonyos államnak a viselkedését a háborúkban. Tehát van egy ilyen statisztikai adatbázis, szabadon elérhető az interneten, úgy hívják, hogy Correlates of War, a háború számadatai mondjuk, úgy 300 év adatsorai vannak a táblázatokba foglalva, és akkor mindenki megvizsgálhatja azt, hogy a háborúi hány százalékát nyerte meg Oroszország, illetve vesztette el Oroszország. Mennyire
hajlandó Oroszország arra az utóbbi 100 évben, 200 évben, hogy kompromisszumosan zárjon le egy háborút, vagy pedig végigviszi a háborúkat, vagy a teljes győzelmünk, vagy a teljes vereség. Ezek ott vannak a statisztikákban, ezek a dolgok, és ezek adnak egy irányt a jövőt illetőleg. És ezeket a dolgokat szerintem nem néztük meg. És a legrosszabb dolog, amit ezt most nem annyira magamról beszélek, mint másokat kritizálok, ez egy szakma. A háború az egy szakma. És mindig rám szóltak, mikor politológusként ilyen klímadolgokba szóltam bele, nyilvánvalóan nem a fizikai aspektusaiba ennek a klímavitának, hanem a politikai aspektusaiba, hogy hát én nem vagyok klímatudós, és akkor mit szólok bele ezekbe a dolgokba. És akkor én ebből kiindulva ezt, hogy zsebre vágtam ezt a kritikát, és lehet, hogy van benne valami, de akkor tényleg nem értem, hogy mi a fenét keresnek történészek, meg szociológusok, meg mindenféle olyan emberek, akiknek abszolút semmi köze nincs a háború tudományához, milyen alapon szólnak hozzá ehhez a témához. Teljesen legitim hozzászólni, mint bármilyen másik ember, tehát mint bármelyik másik laikus, a véleményük megegyezik bármelyik másik laikusnak a véleményével, de nem több ennél, nem több ennél. Tehát nagyon örülök, mikor valaki rávilágít a történelmi párhuzamokra, vagy a szociológiai mélységei a háborúnak, de ami a háborút, mint háborút illeti, mint szakmát, ezt talán hagyjuk meg a szakembereknek. Épp, hogy mi minden más szakterülete. Tehát mindenki, minden cipész maradjon a kaptafánál. Ami nagyon érdekes kérdés, és nem is tudom, hogy melyik szakmához illeszkedik a legjobban, hogy mi lesz ugye a következő időszakban, talán ezt egyik szakértő sem tudja biztosan megmondani, csak következtetni tud esetleg az elmúlt idők eseményeiből, és nyilván sokakat érdekel az a téma, hogy mikor fog lezárodni a háború, mikor lehet ennek vége, hogyan fognak utána helyreállni a dolgok, hogyan fog Ukrajna stabilizálódni, mi lesz Oroszországgal, hogyan fogja az Európai Unió, a Nyugat azt értékelni, hogyha egyik vagy másik fél nyer. Önnek vannak ezekre a kérdésekre válaszai? Ezzel kapcsolatban szeretném megválaszolni a kérdést, és utána pedig szeretnék egy javasolni valamit, hogy hogyan lehetne, milyen elvek alapján kéne megoldani a konfliktust. Nyilvánvaló, hogy nincs egy tuti megoldásom erre, de milyen elveket kéne alkalmazni ehhez. Én azt hiszem, hogy ez a háború kicsit egy olyan keresztes hadjárattá vált, mint a klímatéma, vagy egy sor másik téma, ami most a nyugat kultúrharcában ilyen sarkalatos kérdésé vált. És ez a háború, hát már rég nem a háborúról szól, hanem ez ugyanannak a kultúrháborúnak egy másik aspektusa. Tehát itt nem csak Putyint kell legyőzni, hanem itt ebben a kultúrharcban a másik felet kell legyőzni. Erre mondtam azt, hogy ez a háború tulajdonképpen a nyugatnak a polgárháborúja, és az ukránok meg az oroszok csak statiszták benne, akik zavarnak minket a kép megértésében ott. De a lábunk között mászkálott pár százezer orosz meg ukrán, akik zavarnak minket ebben a tökéletes kultúrharcban. És mivel ez egy ilyen kultúrharc, addig azok, akik ezt a kultúrharcot meg akarják vívni, el fognak menni az utolsó ukránig is, és nem fogják lenyelni azt, hogy ezt a háborút Ukrajna elveszítse. Hát azt le tudják nyelni könnyen, hogy ezt a háborút Oroszország veszítse el, bár szerintem ennek épp olyan veszélyei vannak, mint hogyha Ukrajna veszíti el a háborút. Az én egyetlen félelmem az, hogy nem fogják tudni lenyelni Ukrajnának ezt a veszteségét, és belekeverik a NATO-t egy egyenes direkt konfrontációba Oroszországgal. És ezt nem azért, mert Ukrajna valamilyen létfontosságú érdeket képviselne a NATO szempontjából. Nem képvisel semmilyen létfontosságú érdeket, hanem emiatt a kultúrharcos aspektus miatt gondolom azt, hogy nem fogják tudni elengedni a dolgot, épp úgy, hogy nem tudják elengedni a transz dolgot, meg a klíma dolgot, meg egy sor másik dolgot, amik önmagukban teljesen legitim témák, tehát hideg fejjel lehetne erről tárgyalni, de már rég nem a hideg fejről van szó. Tehát már rég nem a transzról van szó, és nem a klímáról van szó, és nem a különböző jogokról van szó, itt teljesen más dologról van szó. Itt a nyugati társadalom mélyebb kérdéseiről van szó. Tehát ez a válasz a kérdésére. És én, hogyha itt van két elv, most hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, két elv van a nyugaton, ami érvényesült a második világháború után. Az egyik ilyen elv az a határoknak az állandóság, hogy nem változtatjuk, nem szabad megváltoztatni erőszakkal a határokat, ez az egyik. A másik ilyen elv az a nemzeti önrendelkezés joga. Tehát, hogy minden kis népnek joga van az önrendelkezéshez. És én azt hiszem, hogy egy tartós békét akarunk Ukrajnában, egy tartósabb, nem békét, de talán egy stabilabb helyzetet, akkor a második elvet kéne alkalmazni, nem az első. Tehát lehet, hogy ki kéne írni a népszavazásokat, amiket egy semleges fél felügyelne, én ilyen semleges felet nem ismerek, de ha van ilyen, akkor azok felügyelnék, és akkor ami a népszavazások eredménye, ez lenne a háborúnak a kimenetele, és ezt az elvet érvényesítjük. Ennek a tragédiája az, hogy ez kinyitna egy sor Pandora ládáját Európa sok másik pontján.
a baszkoktól, katalánoktól kezdve egész Kelet-Európának, vagy még a Balkánnak a puskaporos hordóig. Hát én azt hiszem, hogy ha egy stabil megoldást akarunk Ukrajnába, akkor ez kéne legyen az az elv, amiből meg lehet egyezni. Hogyha ugye Oroszország nyilván azt nem nyelné le, ha ő vesztene, nem tudom, hogy lenne más lehetősége, mint elfogadni ezt, és ha a Nyugat azt nem nyelné le, hogy Ukrajna vesztene, akkor talán nekünk az lenne a legjobb megoldás kis embereknek, hogyha egy olyan kompromisszum születne a végén, ahol mindenki a saját győzteseit ünnepelheti, és mindenki a másiknak a vesztesei fölött sírhatna. Tehát én szoktam ilyet olvasni, hogy Oroszország már elvesztette a háborút, Ukrajna meg már megnyerte a háborút, de közben, hogy ugye talán erről már beszéltünk is, hogy ki a vesztes, ki a győztes realista szempontból, vagy valóságosan, azt ugye, hogy mondjam, a kommunikációval lehet tompítani ezeknek az élét. Ezzel én teljesen egyetértek, ugyanakkor nem élünk egy szimulákrumban, nem minden kommunikáció, és nem minden látszat, és nem minden metanarratívák, és nem minden mese. Van egy objektív valóság. Az, hogy ki hozza a döntéseket, ki dönti el, hogy milyen fölirat legyen, tudom én, a Krimi félszigeten, vagy Hersonban, vagy milyen zászló lobogjon. Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak. Az emberek éltek és meghaltak ezekért a dolgokért. Tehát nagyon-nagyon fontos dolgok. Fontosak Ukrajnának, teljesen megértem, fontosak Oroszországnak, ezt is megértem. És én azt hiszem, talán egy párhuzamot szeretnék mesélni egy történetet ezzel kapcsolatban, hogy mi történt ebben a háborúban szerintem. Egyszer elmentem meglátogatni egy ilyen szafarit itt Izraelben, és annak volt egy, van egy kis állatkert része, és ebben a kis állatkert részben volt egy nagyon-nagyon öreg nőstény párduc. Úgy hívták, hogy Nur, arabul ez fényt jelent. És 20-valahány éves volt, tehát tényleg már az utolsókat rúgta szegény párduc, és mutatták nekünk, hogy szegény már föl se tud állni, hogy táplálkozzon rendesen, és valószínűleg előbb-utóbb el kell altatni. És akkor mi történt? Egy gerle berepült a párducnak a ketrecébe. Ez a párduc fölugrott kb. 4 méter magasra, lekapta a levegőből a gerlét, és betömte a szájába. És a szelidítők, meg az ápolók, meg a közönség is teljesen paffok maradtak, meg voltak döbbenve attól, amit láttunk. Most ez miért párhuzam ennek a háborúnak? Oroszország egy hanyatló hatalom gazdaságilag, demográfiailag és sor másik mutató szempontjából. És ha nem küldtük volna be ezt a gerlét Oroszország ketrecébe, akkor lehet, hogy nyugodtan hanyatlott volna tovább. Viszont a Nyugat belerúgott ebbe a darásfészekbe, és hogy mik lesznek ennek a következménye, ezt még nem tudjuk teljesen előre megjósolni. Fölvet egy olyan kérdést is egyébként a mostani helyzet, hogy lesz erről egyébként adás majd a Hit Rádióban hamarosan, hogy a diplomáciának milyen szerepe van ebben a háborúban, és hogy miért nincs akkora szerepe, amekkora lehetne, és miért nem beszélnek egyáltalán arról, hogy milyen szerep juthatna a diplomáciának. Ugye azt szokták mondani, hogy érdekes módon akkor is, hogyha zajlik egy háború, azért a háttérben a diplomaták folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, megosztanak egymással bizonyos információkat, akár még az ukrán és orosz diplomaták is kapcsolatban lehetnek egymással, amikor a kivonulásokról, meg a visszavonulásokról, meg a civileknek a kiutaztatásáról, meg nem tudom, ilyen kérdésekről van szó, akkor azért fölveszik a telefont és beszélnek egymással, akkor is, hogyha háború van. De nem halljuk mégsem azt, hogy erre akkora hangsúlyt tennének. Nem, sőt, ellenkezőleg a dolog tragédiája az, hogy a diplomácia szitokszóvá vált bizonyos körökben most a háború alatt. Aki diplomáciáról beszél, vagy egyáltalán arról, hogy meg kéne próbálni valami mást, mint a teljes ukrán győzelem, meg kéne próbálni valami mást, mint azt, hogy az ukrán zászló lobogjon a Kreml felett, az egyfajta árulás, az egyfajta Putyin pártiság, Putyin imádat. Tehát mindenki, aki diplomáciáról beszél, az gyakorlatilag, az nem tudom, az kicsit olyan, mint hogyha a klímatagadó lenne mondjuk. Tehát van egy ilyen ukrán tagadás, vagy nem is tudom, milyen kifejezést kéne erre gyártani, van egy ilyen ukrán tagadás, vagy egy győzelem tagadás, és az felkoncoltatik, aki ezekről a dolgokról beszél. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy hatalma, óriási tragédiája ennek a világnak, hogy találkozott valahol a militáns szélső baloldal, egy karcsörtető jobboldallal nyugaton, és ezek együtt egy keresztes háborút csináltak ebből a háborúból. Hát én azt hiszem, hogy vannak ilyen véleményformálók nyugaton, akik verték a tamtamdobokat, mikor az iraki háború volt, mikor az afgán háborúról volt szó, és sok egyéb háborúval kapcsolatban, akik minden megoldásra csak a katonai, minden problémára csak katonai megoldást találtak, és akkor azok, akik most a szövetségeseik, ők voltak azok, akik kritizálták őket.
És a dolog tragédiája az, hogy ezekhez a főállású karcsörtetőkhöz most csatlakoztak a tegnap pacifistái is, és ők azok, akik gyakorlatilag átbillentették a mérlegnek a mérlegét, a mérlegnek a nyelvét a háború oldalára. És igen kevés hangot hallani manapság nyugaton, amelyik azt mondja, hogy most és azonnal egy diplomáciai megoldást kell találni erre a háborúra. És azok, akik erről beszélnek, paradox módon ezek a realisták, azokat Putyin imádónak kiáltják ki. És van ebben egy nagy adag irónia, hogy én a militarista, született militarista, a hidegháborúnak a következménye, én prédikálok békét és diplomáciát olyanoknak, akik ezelőtt még egy évvel a békejelvény meg a béke zászlója alatt vonultak föl és tüntettek Európában bármilyen amerikai megmozdulásra. Van ebben egy óriási irónia ebben a dologban. De megdöbbentő látni egyébként úgy, hogy az ember nem katonai szakértő, meg nem foglalkozik ezzel szakmája szerint sem, hogy ugye az elején, amikor kitört a háború, még akkor volt egy-két próbálkozás ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket, béketárgyalás, és a többi, és a többi. Ez körülbelül olyan márciusig tarthatott körülbelül, és utána azóta az elmúlt fél évben, vagy még több ideje nem hallunk erről egyáltalán. Tehát nincsenek erre tervek, nincsenek még csak politikusi megnyilatkozások sem, sőt, hát volt olyan példa, ugye például Romániában egy miniszter beszélt a békéről, aztán utána le kellett mondania, tehát hogy ez ilyen szinte megmagyarázhatatlan folyamat vagy eseménysor. Igen, ez egyfajta pszichózis, kétségtelen. És a dolog tragédiája az, hogy Zelenszkij elnök egy ilyen párbeszédet folytat a nyugati médiával, a nyugati véleményformálókkal, és akkor látja, hogy mikor az üzenet, amit mond, az ilyen karcsörtető, akkor erre nagyon jól reagálnak, nagyon jól sok lájkot kap, meg minden, és akkor ő ebből arra következtet, hogy ez, amit a nyugat akar, és akkor ez fölerősíti. Keletkezik egy ilyen pozitív visszacsatolás, és akkor egyre inkább belelovalják Ukrajnát egy olyan háborúba, ami gyakorlatilag az ukránoknak a számlájára folyik. Tehát itt a fő, azok, akik megfizetik ennek a háborúnak a számláját, azok az ukránok. De ameddig a nyugat minden eszközével azt csugalja Ukrajna felé, hogy minél szélsőségesebb álláspontot képviselnek, hát mondjuk mondják azt, hogy elméletileg hajlandók tárgyalni. Tehát, hogy kell egy ilyen fügefa levél, de ezen kívül minél szélsőségesebb álláspontot képviselnek, annál inkább részesülnek a nyugatnak a népszerűségében, annál többször szerepel Zelenszkij elnök egy valamelyik magazinnak a címlapján, meg hasonló dolgok, akkor ez egy nagyon veszélyes, ilyen pozitív visszacsatolás, és Ukrajna el fog ebbe pusztulni ebbe a játékba. Ha a 20. századot nézzük, akkor azt látjuk, hogy a határoknak a tologatása eléggé veszélyes cselekmény volt ez a 20. században is, ugye magyarok, mi hát a Trianont nehezen dolgoztuk fel, és a trianoni békeszerződésnek a határai, de ott a határok már azért előtte is voltak tologatva Európa szerte, és hát látható volt, hogy tartós békét határtologatásokkal nem nagyon lehetett elérni. Mit gondol arról, hogy most, ha lezáródik ez a háború, Ukrajnát hogyan lehetne a legeslegstabilabb módon tartani? Mert ugye vannak orosz követelések bizonyos határokra, ezek néha egy szűkebb területi meghatározást, de azért vannak olyan orosz politikusok, akik azért egy tágabb területi meghatározást szabnak meg, hogy ők mit szeretnének elérni. Mi lehet ebből? Mi lehet a vége? Hogyan kellene a határoknak állnia? A nemzetiségek szerint, vagy a szerint, hogy aki erősebb, akkor még azt is elveszi? Itt a megoldás. Én mondhatok egy gonosz dolgot? Én azt hiszem, hogy a háborúkban van egy darwinista folyamat. És ezt még magunkkal hoztuk még az állati létünkből, mondjuk úgy. Tehát van egy darwinista folyamat ebben, és az erősebb az kiszorítja a gyengébet az életteréből, és elhódít tőle egy bizonyos életteret. Ezt látjuk, mikor az aranysakál küzd mondjuk a rókák ellen, akkor látjuk ezeket a dolgokat a természetben. És ez így van a nemzetek között is. Láttuk például a II. Világháborúban, hogy Lengyelországot adtak egy pofont Lengyelországnak jobbról, és hogy arrébb tolták Lengyelországot. Most mit tett a nyugat tulajdonképpen? Vagy a második világháború utáni nemzetközi közösség befagyasztotta ezeket a konfliktusokat. Tehát nem hagytuk, hogy ezek a darwinista folyamatok lejátszódjanak. Minél hamarabb, Sun Tzu azt mondta volna, hogy a háború egy szörnyű dolog, ezért minél hamarabb és minél
markánsabb döntést hozunk ebben a háború, egy háborúval, és minél hamarabb lezárjuk ezt a háborút, avval okozunk a legkevesebb szenvedést. Tehát ez lett volna Szuncónak a hozzáállása. Mi azt mondjuk, hogy nem, mi azt mondjuk, hogy ezeket a háborúkat meg kell akadályozni, meg kell állítani, és befagyasztottunk egy sor konfliktust. És én azt hiszem, hogy ha hosszú távon nézzük az áldozatoknak a számát, az ilyen befagyasztott konfliktusok sokkal-sokkal több áldozatokat szednek ezzel az időnkénti föllángolásokkal, mint hogyha egyszer ez a darwinista folyamat lezajlott volna. Most ezt tudom, hogy ez szörnyen hangzik egy európai fülnek, de van a dolognak egy bizonyos logikája. Tehát látjuk, a Közel-Keleten látunk ilyen befagyott konfliktusokat, például, amik 10 évente nagyjából föllángolnak, és akkor több tízezer vagy több százezer ember áldozatul esik ezeknek. Lehet, hogy a jövő történészei, mikor visszatekintenek, azt fogják mondani, hogy inkább hagyták volna fenébe az egészet. Tehát, hogyha háborúkat úgy kezelnénk, mint két fél közötti konfliktus, esetleg segítjük a civil lakosságot, de nem próbáljuk a háborúnak a kimenetelét befolyásolni olyan konfliktusokban, amik nem létfontosságúak számunkra, akkor talán kevesebb emberáldozattal megúsztuk volna ezeket a háborúkat. Nyilván valahogy ott, ahol létfontosságú dolgokról van szó, ott nincs más választásunk, ott bele kell avatkozni. Tudom, hogy ez egy gonosz dolog, de ez is egy perspektíva. Kérdés az, hogy a Nyugat számára ez létfontosságú háború-e vagy sem, vagy csak azt hiszi ő, hogy neki ez létfontosságú, mert hogy említettem is, ugye itt Oroszország területi igényekkel lépett fel, azokra a területekre vonatkozóan, ahol orosz, nagyszámú orosz, úgymond kisebbség él, ami ő szerintük ott egy többség, és éppen ezért azokat a területeket ők szeretnék. De kérdés az, hogy Oroszország valóban csak területi igényeket akar támasztani, vagy vannak egyéb más céljai is, ami mondjuk számunkra nem látható, vagy nem nyilvánosak? A nemzetközi rendszerben minden állam megpróbálja maximálisra felsorolni a biztonságát, éppen azért, mert ha valami baj van, senki nem fog jönni, hogy megmentse őket. Tehát mindenki megpróbálja azt a pozíciót elfoglalni, ahol a leginkább van biztonságban. És ez igaz Oroszországra is. És abban a pillanatban, mikor a NATO elhatározta, hogy behatol egy olyan területre, ahol nagyon nagy számú orosz kisebbség él, ahol Oroszországnak történelmi érdekei vannak, akkor számolni kellett avval, hogy itt lesz egy ellenlökés. Tehát lesz erre egy reakció. Most én nem mondom, hogy ezt nem kellett volna meglépni, ezt a lépést, de akkor olyan erővel kellett volna föllépni, hogy Oroszországnak lehet volna egyáltalán esélye ezt a háborút elkezdeni, elrettentettük volna Oroszországot, minden félelmével, paranoiájával, hasfájásával, kisebbségi megfontolásaival, tehát minden, amit beleteszünk ebbe a csomagba, nem lett volna elég ereje arra, hogy a NATO-nak ellenálljon. Ezt nem tettük, megpróbáltunk olcsón bezsebelni valamit, és ez nem ment. És ez szerintem hosszú távon ez nagyon drága árat fog ezért fizetni a Nyugat ezért a háborúért, és azért, mert behatoltunk egy olyan területre, amiből jobb lett volna kimaradni. Az időnk most lejárt, úgyhogy ebbe a tűzvonalba ma ennyi fért. Nagyon köszönöm Robert C. Kestelnek, biztonságpolitikai szakértőnek, a Neocon főmunkatársának, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm. Két dolgot szeretnék még a hallgatóinknak elmondani. Egyrészt azt, hogy a következő hetekben felvételről hallhatják majd az adásokat. Az egyik felvétel a 67-es háborúról fog szólni, úgy, ahogy megígértük, és hogy láttam, a kommentelők már várják is és kérik is, hogy hol van ez a rész. A másik adásunk pedig egyfajta évértékelő lesz, úgyhogy azt pedig majd az év végéhez közeledve fogják majd látni a YouTube csatornánkon. Azt kérem mindenkitől, aki rendszeresen hallgatja a csatornánkat és szereti ezeket az adásokat, az iratkozzon is, föl a csengő gomb megnyomásával értesítéseket is fognak kapni arról, amikor megjelennek az új videóink, illetve ha tetszett, akkor ezt a videót is lájkolják. Én köszönöm a figyelmet. Köszönöm, viszontlátásra.